Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a gyógyszeriparról lesz szó. Néhány érdekes videót szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban. Alátámasztandó mindazt, amiről már oly sokszor beszéltem, hogy a gyógyszeripar, mint ahogy életünk egyetlen más aspektusa sem működik úgy, ahogyan azt a többség elképzeli. Hívhatjuk ezt összeesküvés elméletnek, vagy összeesküvésnek, vagy fantáziának, teljesen mindegy. Mindenki döntse el magának a látottak, hallottak alapján, hogy mi az a következtetés, amire jut, mielőtt nekivágnánk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Kezdjük azzal a hírrel, ami kiváltotta ezt a mai videót. Duda Ernő genetikus, ez hvg.hu. Már Magyarországon is élnek közöttünk GMO emberek. Idei ez a cikk június 17-ei, felgyorsult az örökletes betegségek és más tömegeket érintő genetikai problémák elleni harc. Egyre bővül a tudósok gén manipulációs eszköztára, ami sok ember életét menteti meg. Az a tény, hogy a születéskor várható élettartam az elmúlt 100 év alatt megduplázódott, annak köszönhető, hogy impozáns eredményeket értünk el a fertőző betegségek megfékezésében. A védőoltások és az antibiotikumok használata következtében számos korábban halálos betegség gyakorlatilag eltűnt a világ legtöbb országában. Persze azt elfelejtik hozzátenni, hogy a higiénés, illetve sterilizációs eszközök és folyamatok, amiket feltaláltunk, illetve alkalmazunk, azok nagyban hozzájárultak ehhez. Egy-kétszáz évvel ezelőtt olyan dolgok, mint a szennyvízhálózat például, vagy a fertőtlenítés ismeretlen volt. Drug in the UK, a cancer drug coming out of the UK. It costs about $200 in the UK. This is a drug that's existed for decades now. We pay $38,000 for that drug here. Holy shit. Total scam. It's a total fucking scam. You can look it up. It was a Raw Story article. It's a drug for a specific kind of cancer. $38,398 for a single shot of a very old cancer drug. $38,000? Prostate cancer. There you go. Wow. A tudatlanság az, ami lehetővé teszi a világot uraló és irányító elitnek. Az, hogy megvezessék az embereket. Mindez az információ elérhető lenne bárki számára. $38,000 egyetlen oltás ebből a nagyon öreg rákgyógyszerből. KFF Health News, ez, nem nézzük a másikat, az npr.org, ahol megtudhatjuk azt, hogy ez Lupron 1973-ban, 50 évvel ezelőtt kezdték el gyártani ezt. Ez esetben, amiről beszéltek a Joe Rogan Experience-be, Paul Hinz 60 éves prostatarákkal kezelik, 2 darab 3 hónapra elegendő Lupron injekciót kapott, $73,812 volt ennek az ára a laboratóriumi munkával, illetve az orvosi költségekkel. A Lupront egyébként Abbott Laboratories gyártja, akinek a partnere a Takeda, egy japán cég, és ugyanezt a szert, Lupron, árusítják az Egyesült Királyságban is, Prostep néven $260-ért. Azért, mert az egészségügyi rendszer, ahogyan Joe Rogan észrevette azt, meg oly sokan mások, egy átverés. Az egész nem más, mint üzlet. I'll tell you why. Because there's far more money to be made in treating a disease than in curing it. Why cure someone of cancer in a day if we can treat them for a lifetime and bill them every step along the way? A klipben 1999-ről volt szó, hogy azóta van meg a rák gyógyszere, bár szerintem a rák gyógyszere már réges-rég megvan, vissza egyfajta természetesebb életmód felé kezelni a stresszt, és ez hasonlók. De ami fontosabb az az, hogy a gyógyszer megvolt 1999 óta, és mégsem alkalmazták pontosan azért, amit mondtam, és ráadásul azt is elmondja, hogy megy a rendőrségre, míg az üzletember egyértelműsíti számára, hogy nyugodtan mehet, senki nem fog hinni neki. Ki is hinne? Az internet? Csak egy lesz az őrültek között, akik összeesküvés elméletekről beszélnek az interneten. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu,
illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!